Nagyon sok mindenem vagyunk túl, sok tekintetben megújult az otthon, és ezzel együtt változott az életünk is. Voltak fájdalmas veszteségek, de rengeteg örömben is részesültünk. Ezekkel a gondolatokkal kezdte köszöntőjét szerdán délelőtt Ferenczi Ildikó, a Paksi Életfa Idősek Otthona intézmény vezetője a lakóknak szervezett karácsonyi ünnepségen. A beszédet követően először Fitz Szabolcs, akolitus tartott igeliturgiát, majd az a közös ünnepi fellépés következett, amire szinte minden nap együtt készültek a lakók és a dolgozók énekekkel, ünnepi gondolatokkal, közös zenéléssel. Egész decemberben színes programokkal, rengeteg meghívott gyermek és felnőtt vendéggel, közös zenéléssel, meghitten várták az ünnepeket a Paksi Életfa Idősek Otthonában. Megvan ugyanaz a készülődés, mint amit otthon a családjuk körében, mint ugye nagymama, meg nagypapa. Sokan otthon is sütöttek ugye az unokáknak, itt is megtettük ezt, és amikor jött egy vendég fellépőnk, akkor utána a gyerekeket ebből kínáltuk meg, ebből a süteményből. Úgyhogy mindig előre készültünk, előtte nap süteményt sütöttünk, másnap pedig a gyerekek ebből falatozhattak. Az idősek otthona dolgozói igyekeznek a karácsonyi készülődést teljessé tenni a lakók számára, hogy békében és szeretetben éljék át az ünnepeket. Sokan hazamennek, van, aki több napra is, van, aki úgy megy, hogy egyik nap az egyik gyermekénél tölti, a másik nap a másik, aki ágyhoz kötött, vagy tolókocsis, ők itt vannak velünk, de a család jön és látogatja őket. A program végén Ferenczi Ildikó intézményvezető és az otthon munkatársai minden ellátottnak átadták a Paks város önkormányzata által küldött ajándékcsomagokat.